Sziasztok! Sokat gondolkoztam, hogy miről is szóljon ez a vlog rész, és arra gondoltam, hogy egy igazán hasznos gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami nekem is nagyon sokat segít a mindennapokban, hogy megőrizzem a jó a pozitív gondolkodásomat, akkor is, amikor valami elsőre negatív dolognak tűnő esemény történik, amikor egyébként úgy az emberek úgy maguk alá szoktak kerülni, vagy úgy érzik, hogy, hogy nem nagyon látják a kiutat, vagy valami nagy problémájuk van, és... Szeretnék egy olyan módszert mutatni, amivel ezen felül tudsz kerekedni, és egy kicsit más szemszögből megvizsgálva, talán egy kicsit jobbnak láthatod a helyzetet, mint ami ennek egyébként látnád. Ugye azt számos tudományos kutatás alátámasztotta, hogy a pozitív emberek, akik alapvetően optimistán tekintenek a jövőre, azok és akik a jelenben boldogok, jobban teljesítenek az élet szinte bármely területén, tehát összességében egészségesebbek, jobban keresnek, Produktívabbak, jobb kapcsolataik vannak, és éppen ezért anyagilag is jobban állnak általánosságban véve. Tehát megéri gyakorlatilag boldognak lenni, megéri pozitív beállítottságúnak lenni, és azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal, amit most megosztok veletek, egy kicsit hozzájárulhatok ahhoz, hogy a te életed is egy kicsit pozitívabb legyen. Ugyanis mit szoktunk csinálni, amikor történik valami? akkor általában az van, hogy megtörténik egy esemény, és mi rögtön felcímkézzük, hogy ez vagy jó, vagy pedig rossz. Ha valakit kirúgnak az állásából, akkor az rossz, hogyha valaki megnyeri a lottót, az pedig jó. Szinte ennyire egyszerűen gondolkozunk így a mindennapokban. De ha egy kicsit távolabbról megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, vagy visszatekintünk például a múltba, akkor láthatjuk, hogy ezek az események távolabbról nézve abszolút nem ennyire fekete-fehérek. 20 éves koromban például volt egy párkapcsolatom, volt egy barátném, akivel egyfolytában martuk egymást. Igazából így folyamatosan veszekedtünk, minden apróságon össze tudtunk veszni. Egyikünk sem érezte magát olyan túl jól ebben a kapcsolatban, de hát fiatalok voltunk, együtt voltunk, próbáltunk együtt is maradni, amíg csak nem, végül ő egyszer megcsalt engem. Amikor ez kiderült, akkor én rendkívül rosszul éreztem magamat, nyilván meg megsértődtem, nyilván felszínre az érzelmek, veszekedtünk, és végül szakítottunk. Abban a pillanatban, abban az esetben én ezt ilyen világvégének éltem meg, így azt gondoltam, hogy ennél rosszabb dolog nem is történhetett volna, majd néhány hónappal később megismerkedtem a mostani párommal, Biankával, akivel egy teljesen más minőségű kapcsolatban tudunk élni egymás mellett, és sokkal boldogabb vagyok, mint valaha. Visszatekintve ez az esemény vajon jó volt, vagy rossz volt? Visszatekintve, baromi hálás vagyok, hogy megtörtént ez a dolog, baromi hálás vagyok, hogy szakítottunk, hiszen ha akkor nem szakítunk, akkor nem ismerkedtem volna meg a mostani párommal. De ugyanilyen volt, amikor például az első munkahelyemen úgy kezdtem magamat érezni az első egy év után, hogy igazából voltak olyan napok, amikor így egyáltalán nem volt kedvem bevenni dolgozni. A, a hétfő, vasárnap este már igazából rettegtem a hétfőtől. Reggel fölkeltem, és így Oh, már megint be kell mennem. És volt egy ilyen szorító érzés a gyomromban, amikor így a, a, a munkára gondoltam. Nem mindig, de úgy sokszor előjött, hogy igazából nem tudok kiteljesedni ebből a munkában, nem igazán tudom, hogy mit csináljak, nem igazán tudom, hogy hogy jó helyen vagyok-e, úgy éreztem, hogy nem ez, amit, ami úgy igazán kedvem lenne, hogy nem éreztem azt, hogy hú, ez most életem, álmaim munkája, és ezt tíz évig akarom csinálni. És akkor ez elkezdett frusztrálni, belülről ez mardosott ez az érzés, és akkor én ezt az érzést elkönyveltem, hogy ez egy rossz érzés, ez egy rossz dolog, ezt le kell küzdeni. Valójában viszont ez az érzés volt az, ami eljuttatott odáig, hogy egyszer csak azt mondjam, hogy elég. Egyszer csak azt mondjam, hogy tök jó volt, tök szép volt, köszönöm szépen, de nekem nem ez az irány, és van egy másik cég, egy másik lehetőség, ami sokkal inkább én vagyok, amiben sokkal inkább látok potenciált, sokkal inkább tudok teljesedni, és ez a váltás vezetett el végül odáig, ahol most tartok, és nem tartanék itt, hogyha akkor nem lett volna bennem ez a mardosó érzés. Tehát van, hogy rosszul érezzük magunkat, de valójában ez az érzés nem rossz, ezt kár rosszként felcímkézni, maximum kellemetlen. De ez egy jelzés, egy jelzés számunkra, hogy változtatnunk kell, ugye? Hogyha, ha kapunk az élettől egy ilyen jelzést, vagy kapunk az élettől egy pofont, akkor az hajlamosak vagyunk rögtön rossznak felcímkézni. Pedig valójában ezek jelzések. Ezek a jelzések, ezek, ezek egy újabb lépcsőfokot jelenthetnek a következő szinthez valaki ezekre a jelzésekre nem figyel oda, és folyamatosan bele-bele megy ezekbe, és mindig újra és újra ugyanabba a hibába esik, akkor nyilván ez egy ilyen, ilyen rossz érzést jelent benne folyamatosan, és egy folyamatos frusztrációt, de hogyha odafigyelsz ezekre a dolgokra, és hogyha ezeket a kudarcokat, ezeket sokkal inkább fejlődési lehetőségnek fogod föl, és azt veszed észre, hogy ezek jelzések arra, hogy itt az idő fejlődni, itt az idő túlnőni azon az én aki jelenleg vagy, akkor ezek valójában megszűnnek rossz dolgoknak lenni. Ezek valójában utat nyitnak ahhoz, hogy sokkal inkább önmagad legyél, vagy utat nyitnak ahhoz, hogy a következő szintre lépj. A vállalkozásodban, a munkádban, a párkapcsolatodban érdemes odafigyelni az érzéseidre, érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra. És ki tudja, lehet, hogy pont ez a következő ilyen rossz dolog az, ami el fog vezetni a következő szintre. És ugyanígy van egyébként a jó dolgokkal. És azt gondoljuk, hogy, hú, akinek sok pénze van, az mennyire jó dolog. Megnyeri a lottót, mennyire jó dolog. Pedig hány ember van, aki megnyeri a lottót, és utána nyomorúságosabb helyzetben van, mint korábban? Hány ember van, aki fiatalon befut, sikeres lesz, mindig irigyli őket, majd néhány évvel vagy tíz évvel később öngyilkos lesz, mert kiderül, hogy depresszióban szenvedett mindvégig. Akkor ez jó dolog volt? Nem is biztos, hogy annyira jó dolog az a jó dolog. Nem érdemes felcímkézni azonnal a dolgokat, majd visszanézve fogod látni, hogy most tényleg jó volt, vagy nem volt jó. Egyszerűen csak érdemes eh, hagyni az életet, hogy kibontakozzon, és egyszerűen csak megpróbálni a legjobbat kihozni belőle. Tehát ez az egész ez nem azt jelenti, hogy akkor most igazából tök mindegy, hogy jó vagy rossz, és akkor hagyjunk mindent, ne csináljunk semmit, abszolút nem erről beszélek. Amiről én beszélek az az, hogy hozd ki magadból a legtöbbet, hozd ki a helyzetedből a legtöbbet, tedd oda magad, de ne bánkódj azon, hogyha történik valami, amire mondjuk nem volt ráhatásod. Tegyük fel, hogy te beleteszel mindent és kirúgnak üsse kő, ez a következő szinthez való lehetőség, ez egy jelzés az élettől, hogy neked más irányba kell menned, és valószínűleg a következő hely, amit találni fogsz, az sokkal jobb lesz. Tehát tegyél, tedd meg a legjobbat, amit tudsz, tedd meg a legtöbbet, amit tőled telhető, de ne címkézd fel azokat a szituációkat, amikre egyszerűen nincs ráhatásod, és ne címkézd fel jónak vagy rossznak az érzéseidet, hiszen az érzéseidet jel jelet adnak, és utat mutatnak neked, úgyhogy ezekre sokkal inkább figyelj oda, és ne nyomd el, hanem nézd meg, hogy mit üzennek, mert az lesz a jó irány, amelyre az érzéseid vezetnek, hiszen amit szeretsz csinálni, azt akarod majd csinálni, és amit nem szeretsz csinálni, attól meg távolodni kell egy kicsit. Nézd meg, hogy hogyan tudod már ma ezeket az érzéseidet megfigyelni, és mi az a lépés, amit tehetsz, egy kis lépés akár az irányába, hogy hogy amit a szíved csúg, amit szívesen csinálnál. Próbáld ki kicsiben, Próbáld ki, hogy amikor van a legközelebbi ilyen szituáció, amikor azt mondanád, hogy hú, ez rossz dolog, nem tudom, leversz egy poharat otthon, azt mondod, fú, de rossz dolog, mert levertem ezt a porat. Próbáld meg, hogy nem címkézed fel. Lehet, hogy ez egy, ez egy valaminek a kezdete. Lehet, hogy egy új tapasztalat. Lehet, hogy éppen párod oda jön és segít, és egy közös élmény. Próbáld meg nem felcímkézni azonnal a dolgokat, és nézd meg, hogy majd visszatekintve jó volt vagy rossz volt. De igazából teljesen felesleges azt gondolni, hogy ez most egy rossz dolog próbáld meg nem felcímkézni, próbálj meg arra gondolni, hogy ebből egy jó dolog is kisülhet, és állj pozitívan hozzá, állj pozitívan a kudarcokhoz, állj pozitívan az ilyen kis pofonokhoz, hiszen ezek juttatnak el a következő szintre. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a gondolatot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Sok sikert kívánok, hajrá!